Lackfi János, várjunk csak. Várjunk csak? De ha Isten tényleg Isten és mindenható, akkor simán megtehette volna, hogy átugorja az emberi növekedés lépcsőfokait, csettint egyet, és páng, már is kipattan a semmiből aranypáncélban, ezüst karddal, forgóval egy olyan erős vitéz, mint Chuck Norris, aki egyetlen csapással kettévágja az összes római katonát, megalapítja Izrael várva várt királyságát, és már is eljött a földre gyorsított menetben a mennyek országa. Tadám! Csapó! Várjunk csak, de ha Isten tényleg Isten és is mindenható! akkor megnyom egy gombot, mire a római birodalom falai leomlanak, megnyom egy másik gombot, mire a seregben minden marcon a lábából kihullanak a csontok, megnyom egy harmadik gombot, mire a császár lóhalálában rohan Jeruzsálembe, és Jézus fejére teszi a koronát, mire bekapcsol az égi Spotify, és trombita szóval dicséri az új királyt. Várjunk csak! De ha Isten tényleg Isten, és mindenható, akkor Jézus kereszthalál és véráldozat és minden egyéb cécó nélkül megsokszorozza magát 3D-ben, és odáll minden egyes beteg mellé, és meggyógyítja az összes korságot, és odáll minden egyes lelkisérült mellé, és kihúzza fejükből a pszichés bajokat. És odáll minden egyes megszállott mellé, és kiszedi fejükből az agresszivitást. És odáll minden egyes bűnös mellé, és bűngátló gyógyszert szedett velük, és ettől minden probléma pikpak megoldódik. Várjunk csak! De ha Isten tényleg Isten és mindenható, és azt szeretné, hogy ahogy asszony méhében a magzat, úgy növekedjék bennünk az Isten fokról fokra titokzatosan, hogy ne a gomnyomásra várjunk, hanem küszködések és nehézségek közt is óvjuk, dédelgessük, és mikor az idő eljött, világra hozzuk a reményt,